vigyed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, hogy várom válaszát. Ki vagy te, bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is. Hívjad, siess hát, én biztosan elűzöm. Valami rosszat tettél az anyukának? Amikor keresed, mindig azt súgja, mondd, hogy nem vagyok itthon. Hát mondd el, hogy milyen a szobád, és áruljad el azt is, hogy írni tudsz-e már. Hát már tudok írni, pedig még csak óvodába járok. Az anyukám tanított. Tudod, nekem nincs apukám, mint a többi gyereknek. Hidd el, nekem is fáj, 7 éve szenvedek már, és egyre csak várok reád. Az nem lehet, mert én még csak 6 éves vagyok. Bácsi, miért nem szólsz? Sír a telefon. Kislányom, én sírok, gyötör egy nagy titok, s ha erre gondolok, félek, hogy bánok. Érzem, hogy más szeret, így élnem nem lehet. Ezért sír oly nagyon a telefon. Ne sír! A képet szerszer láttam már, szeretném, hogyha végre mi együtt nyaralnánk. Te láttál már engem? Úszni is tudok, majd megmutatom neked, meglátod, milyen ügyes vagyok. Kérlek, segíts hát, én úgy szeretlek téged, s az anyukád. Te szeretsz minket? Miért? De én még sohasem láttalak. Bácsi, miért sír megint a telefon? Kislányom, én sírok, gyötör egy nap. Gondolok, vélek, hogy választ nem kapok. Érzem, hogy más szeret, így élnem nem lehet. Nélküled céltalan a holnapom, és ezt nem akarom. Érzem, hogy más szeret, oly nagyon a telefon. Írd hát, hogy várjon, már megy el, hogy megbocsásson. Elment. Ha elment mégis, hát elbúcsúzom én is. Szervusz, bácsi. Szervusz.